Ismét itt az igazi nyár. A meteorológusok szerint a napokban újra tartósan 30 fok fölötti értékeket mérhetünk. Az UV-sugarak nem csak napozás közben érnek minket, hanem szinte minden pillanatban, amikor a szabadban tartózkodunk. Az UVB-sugárzás a déli órákban a legmagasabb, ezért tanácsolják mindig a szakemberek, hogy 11 és 3 óra között, ha lehet, ne tartózkodjunk a tűző napon. Ezek a káros sugarak ráadásul víz alá is behatolnak, és a szakemberek jelenleg az UVB-sugárzásnak tulajdonítják a bőrrák kialakulását. Az UVA-sugárzás is veszélyes. Leégést ugyan nem okoz, de öregíti a bőrt, napallergiát és fényekcémát eredményezhet. Ezért fontos, hogy megfelelően védekezzünk a káros sugarak ellen. Megfelelő faktorszámú fényvédő készítmények alkalmazása mindenképpen nagyon ajánlott, különösen gyerekeknél, de felnőtteknél is természetesen. A gyermekkori napig is még kockázatosabb, tehát emiatt célszerű elkerülni. Fényvédelem, megfelelő öltözet, délben, ha lehet, ne legyünk a tűző napon. Világos ruházat, szellős ruházat, napszemüveg mindenképpen fontos, akár egy kalap vagy sapka sokat véd az ember arcán. Az óvatlan napozás komoly károkat tud okozni hosszú távon a bőrön, de rövid távon a legenyhébb napégés is kellemetlenségekkel jár. Amennyiben nem sikerült megelőzni a napégést, bőrnyugtató készítményeket alkalmazhatunk. A gyógyszertárakban kapható nagyon sok fényvédőnek utókezelő krémje, amelyet arcra is és testre is fel lehet kenni, hűsítik, megnyugtatják a bőrt. Ezek gyógyszert nem tartalmaznak, bárki bátran akárhányszor alkalmazhatja egy nap. Ha extra napégésről van szó, akkor kell csak orvoshoz fordulni. Enyhe leégés esetén érdemes lehet házi szerként a tejfölös pakolást, a hidegvizes borogatást vagy a hideg zuhanyt bevetni. Ezek ugyanis csillapítják az égőérzést és nyugtatják a bőrt. Belsőleg is sokat segíthetünk bőrünknek, hogy felkészüljön a nyári nagy dózisú napsugárzásra. Ajánlott béta-karotin és E-vitamin szedése, amelyek nem csak megóvják a bőrt az erős sugaraktól, de kedvezően hatnak a hajra, körömre és a szemre egyaránt.